Sziasztok! Méhész Alexandra vagyok, és ebben a videóban a 2020-as nyár extra katalógusban megjelenő termékeket fogom nektek bemutatni. Az első termék, amit megmutatok nektek, az a 60 g-os kiszerelése a Fusion akrilgélünknek. Ez a Clear árnyalat, ami most már 60 g-ban is elérhető. Bekészültünk a nyári melegre, ugyanis a Compact Base Gel Clear árnyalatából egy sűrűbb kivitel is most már kapható lesz, ez a Compact Base Gel Plus. Igazából minden tud, amit megszokhattunk már tőle, ugyanolyan minden tulajdonsága, a sűrűsége az az egyetlen, ami eltér. Egy picikét ezek az anyagok sűrűbbek lesznek most már, és így a nyári melegben könnyebb lesz velük a munka, hiszen a melegben minden anyagunk meglágyul, ezért érdemes a nyári hónapokban a Compact Base Gel sima verziója helyett a Compact Base Gel Plus-ra váltani. Következő új termék a Highlight Gel, amit meg fogok mutatni. Igazából ez egy nagyon jól ismert régi termékünk, újra csomagolva. A Megabyte Film Gel régen 15 ml-es ecsetes üveges kiszerelésben volt kapható, viszont abban a formában kivezettük a kínálatból, és Highlight Gel néven tégelyes verzióban lehet most már kapni. Ugye a Megabyte Film Gelt, aki esetleg nem ismerte még, azoknak elmondanám, hogy lehet kiemeléseket csinálni velük mindenféle díszítésekhez. Én nagyon-nagyon szeretem vele festeni a francia véget, úgyhogy elég sokrétűen felhasználható kis anyag ő. Igazából egy lágy díszítő fehér zselé, és tényleg nagyon sok mindenhez szoktuk használni, úgyhogy remélem, hogy a tégelyes kiszerelés az mindenkinek kedvez majd, hiszen tégelyből sokkal egyszerűbb dolgozni, mint hogyha üvegből, ecsetes kiszerelésből kellene ugye mindig a palettára raknunk a terméket. Van még egy új termékünk azoknak, akik szeretnek géllakkozni. Ennek Hardener Sand a neve. Tulajdonképpen ez egy körömerősítő por olyan esetekre, amikor céid nélküli erősítést szeretnénk készíteni. Ez azoknak a vendégeknek jó, akiknek egyébként természetesen elég jó minőségű körmük van, viszont mégis szeretnénk egy kis extra támogatást adni nekik, illetve még azokban a helyzetekben is javasolt a használat, amikor szeretnénk megerősített géllakkozást készíteni, viszont oldással dolgozunk. Ugye ezekben az esetekben, hogyha vastagabb réteget viszünk fel a körömre, tehát céíves megerősítést készítünk, akkor nagyon nehéz acetonnal ugye leoldani ezt a vastagabb réteget. Így viszont, hogyha a Hardener Sanddel erősítünk, akkor a köröm ugyanúgy vékony marad, és az oldhatóságát nem veszíti el. Használható bármely base géllel, nyugodtan használhatjátok hozzá az Universal Base Gelt, a Builder Base Gelt, Compact Base Gelt, vagy pedig az új Compact Base Gel Plus. Minden esetben egy vékony réteg base gelt felviszünk a felszínre, beleszórjuk a port, megköttetjük, majd kötés után ugye a fölösleges port egy kefével eltávolítjuk, és annak érdekében, hogy ezt a picit porózus réteget el tudjuk fedni, és a színeinket szépen vihessük föl, még egy vékony réteg base gel javasolt ugye a felületére, ezután pedig már a megszokottak szerint haladhatunk a munkánkkal. Két új árnyalat jelenik meg a Bubblegum Gel díszítő zselének, egy rózsaszín és egy ezüst, ugye Pink és Silver néven lesznek kaphatóak. Minden a megszokott egyébként velük, nagyon jól nyúlnak, fixálásmentesek és remek kiegészítései lesznek a nyári díszítéseknek. Bemutatom nektek a kromatik krisztalakokat. Ezek hologramos hatású háromsztep lapok. Ismerős lehet a hatásuk a régi prizmatik krisztalakokból, viszont a használatuk azoknak elég komplikált volt, hiszen ezek nagyon híg állagú díszítő folyadékok voltak, amelyek levegőre száradtak, ezért ugye a fedésük, illetve az alapigényük is egy kicsit bonyolította a használatukat, viszont ez az új, a kromatik, az viszont abszolút háromsztepként használható és háromsztepként funkcionál,
Úgyhogy teljesen könnyedén használható, ugyanúgy szükséges egy alapréteg, illetve természetesen fedőréteg is kell rájuk, viszont nagyon könnyen felvihetőek, jó az állagok, megkötnek a lámpában, úgyhogy egyáltalán semmi bonyolultság nincs a használatukban, tényleg ugyanúgy tudjátok majd alkalmazni őket, mint bármely más lakkot. A Nucinek kedvelőinek hoztunk még egy újdonságot, a Cover Number 2-t. Ugye tavasszal megjelent a Cover Number 1, és ez tulajdonképpen a kollekció folytatása. Ennek az árnyalata nagyon-nagyon hasonlít a közkedvelt GL61-es színéhez, viszont a GL61 az egy félig meddig áttetsző árnyalat, és a Cover Number 2 pedig egy erős fedéssel rendelkező szín. Ugyanúgy használjuk természetesen, mint minden 3-step lakkot, ugyanúgy használjuk ugye alaprétegen, és ugyanazokat a fedőket igényli, mint minden más 3-step lakk. Elérkeztünk a nyári színekhez. Először nézzük a 6 3-step árnyalatot. Csodaszép élénk és neon színek jelentek meg. Van közöttük élénk zöld, sárga, narancssárga, rózsaszín és koralszín egyaránt. A 6 szín közül 4 készletben is megvásárolható, a készlet neve Neon Dream. Nézzük, milyen one-step színeink jelennek meg. 4 árnyalat jelenik, most nyárra. Lesz egy lila közöttük, egy neonpasztel korall, egy neonpasztel narancs és egy nagyon szép kék, ami majd a tengerparti díszítésekhez biztosan ideális lesz. Ezeket a színeket készletben is megvásárolhatjátok Energy Flow néven. Négy nyári royal szín is megjelenik természetesen. Van közöttük korallszín, zöld, kék és egy nagyon különleges árnyalat, ami rózsaszínes lila. Ezeket is megvásárolhatjátok készletben is. A készlet neve pedig Electric Vibes lesz. Ez új termékünk, egy szuper nyomdalemez lesz.
Ez egy csodálatos nyári motivumokat tartalmazó nyomdalemez, amelynek Tropical a neve. Találhattok rajta gyümölcsöket, mindenféle dzsungel mintát, ami ugye mostanában nagyon divatos, leveleket, papagájt, úgyhogy mindenféle nyári díszítést tudtok majd vele készíteni. Három új glam glitter is jelenik meg, a 10-11-12-es sorszámmal, ezek is természetesen szuper élénk nyári színek. Van közöttük narancsága és egy erősebb és egy világosabb rózsaszín. Kis kellékkel is kijövünk most ebben a szezonban. Aurora táska néven lesz kapható ez a mellettem látható két kis szépség. Van egy kisebb méretű, illetve egy nagyobb méretű. Bármit lehet bennük tárolni, manikűrös eszközöket, akár díszítőket, vagy hogyha csak egy kis szetre van szükségetek, amit elvisztek magatokkal, akkor azt is természetesen össze lehet bennük készíteni. Egy újabb kelléket mutatok meg nektek, ez egy 50 darabos nyeles tip készlet, fehér színben, és a különlegessége még az, hogy mandula formájúak ezek a tippek, úgyhogy most már kiegészült ugye formában, illetve színben is a nyeles tip készletünk. Öt új körömmatrica jelenik meg nyárra, van közöttük dzsungelmintás, gyümölcsös, virágos, csupa olyan motivum, amit ilyenkor szívesen használunk. A díszes körmök szerelmeseinek megjelenik most 5 darab különböző köröm ékszer, Nélsár néven. 5 különböző motívum, viszont 2 színben kaphatóak majd, arany és ezüst árnyalatban egyaránt. Ahhoz, hogy tartós legyen, javaslom, hogy gem glue géllel rögzítsétek majd a köröm felszínén. Bőrolaj készletünk is bővül egy új taggal, egy banános illattal. Összeállítottunk egy géllak készletet, amiben a legfontosabb alapanyagok benne vannak, ami ugye a géllakkozáshoz kell. A készlet neve Essential, tartalmaz Compact Base Gel Clear Cool Topot, 3-3 step színt, a 66-osat, a 43-osat és a 47-eset. Ezek ugye rózsaszín, nude és piros árnyalatok, melyek a legnépszerűbbek. Tartalmaz az oldáshoz kellő eszközöket is, tehát oldófolyadékot, oldófóliát, egy manikűrös kaparót, illetve egy nyelprepet. Swarovski Pixi kínálatunk is bővül új tagokkal és új hatásokkal. Az egyik új hatásunk a Bubble, ami különböző méretű, kerek formájú gyöngyöket tartalmaz. 5 új árnyalattal bővül a jól ismert Pötti kínálatunk, ami ugye apró pici gyöngyöket, illetve csiszolt köveket egyaránt tartalmaz. És a másik új hatás az Edge, ami 3 árnyalatban jelenik meg. Az Edge igazából kizárólag csiszolt köveket tartalmaz, és ebből is nagyon szép árnyalatok jelennek meg. Van még egy kiegészítő termékünk, ami a díszítősöknek nagyon jól fog jönni. Ez egy fehér színű matt keverő paletta. Ezek voltak a Crystal Nails 2020-as nyári termékei. Remélem, hogy sok szép nyári körmöt tudtok majd velük készíteni.